Megyei részfúvó versenyen vett részt zeneiskolánk 8 ifjú zenésze. A megyei megmérettetést 2 évente rendezik, több mint 70 versenyző érkezett a Bodrog Parti Aténba. A diákok eredményesen képviselték az FKIKI zeneiskolájának mindhárom részfúvós tanszakát. 13. alkalommal rendezzük meg ezt a versenyt minden második évben. Tehát 26 éve szervezi ezt a megyei részfúvós hangversenyt, illetve versenyt iskolánk. És hát nagyon nagy öröm volt számomra, hogy mindez idáig a legnagyobb létszámban jelentkeztek ide most a 13. alkalomra diákok. 71 gyerek versenyez a mai napon, úgyhogy az eddigi 50-55 gyerekhez képest ez egy óriási ugrás. A verseny 2 évente megrendezendő, hagyományos részfúvós verseny. Ilyeneket általában minden megyében szerveznek, ahol van egy kis aktivitás a részfúvós életre. Nagyon jó lehetőség arra, hogy mindenki megmutassa a munkáját, munkájának a gyümölcsét, a tanárok. A diákok, azok, akik eljönnek, azok látnak egy nagyon nagy mezőnyt, szép színvonalas produkciókat, és lendületet kapnak ők is a további tanuláshoz, gyakorláshoz, és esetleg még a pályára való irányultsághoz is. Harmadszor vagyunk itt Felsőzsorcáról. A színvonal az mindig magas. Tehát a megye legjobb gyerekei vesznek részt, és úgy gondolom, hogy most már ugye 4 éve Felsőzsolc is a legjobbak közé tartozik. Thank you.
Az elmúlt héten 6 napot találkoztunk a gyerekekkel, dolgoztunk. Hát ez nem egy hónapos felkészülést vesz igénybe, ez elég hosszadalmas munka. És díjazom a gyerekeket, hogy valóban ez munka, amit nagyon jól bírtak. Rengeteget próbáltunk kívülről, kattából is, zongora kísérettel. Hát most ugye a verseny előtt volt egy tanszaki koncert, az ilyen főpróbának volt felfogható, de előtte nagyon sokat játszottuk kottából a darabot, aztán úgy is megpróbáltuk, hogy a kottát felretettük, és így zongorával. A gyerekeket egy rendszeres gyakorlásra készteti. Az, amikor egy tanár komolyan veszi azt, hogy a gyerekeit időről időre megméresse, nem csak egy városban, egy településen ismerjék meg azt, hogy adott helyen milyen színvonalú a zenei oktatás, hanem összemérik a megyének a különböző helyein a különböző színvonalú tanulmányokkal, illetve hát, hogy hol milyen minőségi munka folyik, és ez mindenképpen jó. Ez egy óriási visszajelzés, mindenkinek egy visszacsatolási lehetőség ahhoz, hogy tudja, hogy ő körülbelül hol tart a részfúvós hangszerének az oktatásában. Egy kötelező és egy szabadon választott darabbal készültek a meghatározott időtartam figyelembevételével. Fontos szempont, hogy a gyerekek képességeihez mérten személyiségüknek megfelelően választanak darabot. A versenyre a tananyagnak megfelelő szintű kötelező művek vannak kiválasztva, minden korcsoportban persze, ahogy megyünk fölfelé, egyre nehezebbek, és ezekhez mérten kell egy szabadon választott művet a tanároknak keresni, lehetőleg olyat, ami egy más karakterű, tehát hogy még érdekesebb legyen a produkció, és olyat, ami a növendéknek a leginkább fekszik, tehát a legjobban tudja megmutatni a pozitív tulajdonságait. Mindig elgondolkodtad, hogy milyen darabot játszunk. Meg kell találni a gyerekeknek megfelelőt, az adottságainak megfelelő darabokat, a zenei stílusban passzoljon hozzájuk, és túlvállalni nem szoktuk magunkat, az nem jó. Tehát egy olyan határokon belül, ami valóban a képességeknek megfelelő, de azt hiszem, hogy jól választottunk. Kipróbáltunk több darabot is, és amelyik a legjobban ment meg, a legjobban tetszett. Hát két tételes darabot játszottunk, a Baldassari szonátát, hát tanár úrral választottuk ki közösen, hát így.
tanárúra nézegettünk az interneten darabokat, és ezt találtuk, ami nagyon illik hozzám. Sőlegesen az volt, hogy a gyerekek képességeihez mérten. Itt viszonylag nehéz dolgom van, de beszélhetek szerintem többes számba is, Molnár Attila kollégámmal egyetembe, hogy egy korcsoporton belül ketten is voltak, és szerencsére mindenki jó szájízzel térhet haza, hogy növendékeim közül mindenki kapott díjat. Ezáltal nehéz volt kiválasztani. Ugye együtt készültek, ugyanakkor Zsolcáról egy korcsoportban vannak ketten, vetétársak is voltak, de ugyanakkor meg barátoknak is kellett lenni. Természetesen zongora kíséretesek ezek az előadási darabok, tehát minden gyerek zongora kísérettel játszik. Olyan darabokhoz nem szoktak zongora kíséretek társulni, amik például etüdök, skálázáshoz nem kell kíséret, de előadási darabokhoz mindegyikhez kell zongora kíséret. Tehát gyakorlatilag így érvényesül a fúvós hangszer, hogy alatta megy egy zongora kíséret. Thank you.
A felkészítő tanárok közvetlenül színpadra lépés előtt is hasznos tanácsokkal látják el a gyerekeket, például mire figyeljenek a színpadi játékok során. Ha elrontjuk, akkor ne figyeljünk arra, és menjünk tovább. Hát először is azt mondta, hogy próbáljuk meg lejátszani, nem izgulni, és hát akkor meg lesz a jó helyezés, és meg lett. Gyorsan összefoglalok pár másodpercben minden fontosat nekik, ami a legfontosabb, hogy mire gondoljanak, hogyan kell levegőt venni, mennyi levegőt kell fújni, a magas hangoknál meg kell feszíteni a száját, tehát melyik gyereknek mit kell. Pár másodperc alatt a legfontosabbakat közvetlen előtte szoktam elmondani. És a felkészülés során hogyan motiválja őket? Jó a kérdés. Számomra a motiváció legfontosabb, a gyerekek számára is. Tehát, hogyha egy gyerek nem motivált, akkor képtelen ilyen teljesítményekre. Hogy hogyan motiválok? Különbözőképpen gyereke válogatja. Az első az a dicséret, tehát az a legfontosabb. Ezen kívül gyerekenként változó, hogy mivel tudom motiválni őket. Nem ajándékokkal, csak egy szellemi beszélgetésekkel, tehát ennyi a motiváció, és nagyon fontos. Nyugalomra intettem őket, és hogy amit megtanultunk, a befektetett munkának meg kell térülnie. Thank you.
versenyeken a diákok és a felkészítő tanárok is sok tapasztalatot szerezhetnek. Feltérképezhetik megyénk zeneiskoláinak fejlődését, képet kaphatnak a zeneoktatás szintjéről. Ilyenkor meglátják nem csak a növendékek, hanem a szaktanárok is, hogy mi a fejlődés útja. Hol tartunk jelen pillanatban, és hova lehet eljutni, és mi az az út, és mik azok a módszerek, amiket esetleg majd a későbbiek folyamán be lehet építeni a szaktanári munkába, és azzal még tovább fejleszteni a tanulmányokat, és a gyerekeket ösztönözni arra, hogy még igényesebb produkciókat tudjanak létrehozni. Rutinosabbak leszünk, meg már nem fogunk izgulni, meg jobban koncentrálunk. Hát kipróbáljuk az ilyen megmérettetéseket, és sokat fejlődünk velük. Egyrészt valamilyen szinten egy visszajelzés, hogy hol is tartunk, másrészt pedig jó hallgatni a megyében dolgozó kollégáknak a munkáját is. A verseny nagyon fontos dolog, de nagyon kell vigyázni ugyanakkor, hogy a versenyen mégiscsak bizonyos kiválasztott kis 3-4-5 ember, tehát egy kis létszám kap díjazást, és a többieknek esetleg ez egy keserű tapasztalat, amit el kell kerülni. Tehát tulajdonképpen a verseny egyfelől nagyon jó, és kell a megmérettetés, mert hát ugye a pálya arról szól, hogy kiállunk és játszunk, tehát meg kell tanulni és meg kell szokni a színpadi szereplést, hiába a gyerekek nagy része elsősorban zenetanár lesz, de a tanárnak is meg kell tanulni a színpadi kiállást, és igyekszünk olyan sok és különféle díjat majd kiosztani, hogy lehetőleg minél többen kapjanak, és hogy ne legyen olyan érzése azoknak, akik esetleg nem kaptak, hogy most vége mindennek, vége a világnak. Ez tulajdonképpen egy kicsit a tanárokon is múlik, hogy tudják majd feldolgoztatni a növendékeikkel akár a sikert, akár azt, hogy most éppen nem sikerült valami díjat elhozni. Thank you.
háromtagú zsűri pontozta a versenyzőket, figyelembe vették az intonációt, a zenei formálást, a színpadi megjelenést. A teljes produkciót értékelik, tehát itt mindenképpen fontos az, hogy a kiállás, a levegővétel, egyáltalán a hangindítások, meg egyáltalán az, hogy zeneileg mit tud a darabba tenni. Tehát, mint mondottam, összetett a dolog. Én úgy gondolom, hogy jól játszott. A gyerekek izgultak, mert ugye versenyről van szó, tehát ez nem egy olyan megszokott környezet, mint amit az ember mondjuk egy olyan koncerten magának megteremt, amivel éppen az a cél, hogy lelazítsa a közönséget is, és jól érezze magát. Eddig megmondom őszintén, még nem írtam pontozólapot, de most tegnap egyet kreáltam, és ebben a hang, az intonáció, a ritmus, a virtuózitás, a hiba százalék, és a zenei formálás rovatok vannak, és ezekre külön-külön pontozunk. De még ezen majd lehet, hogy igazítani fogok. Eddig meg tudtuk oldani enélkül is, de most olyan sokan jöttek el erre a versenyre, hogy úgy gondoltam, hogy az objektivitáshoz ez egy kicsit segíteni fog minket. Thank you.
Miért éppen ezt a hangszert választottátok annak idején, amikor bekerültetek a zeneiskolába? Első osztályban nagyon megtetszett, és az órákra is beszöktem. Hát nekem érdekes volt a dolog, mert gitártanszakon kezdtem, és aztán ezt a tanszakot megszüntették, de aztán így javasolták a furujázást, és akkor hát furuja az hát fiúnak fura hangszer picit, és akkor fél év után ezt a hangszert választottuk, mert ezt ajánlott a tanár úr. Hát több ismerősöm volt, aki ilyen hangszerrel játszott, és nagyon megtetszett. Hát nekem hallás után tetszett meg, és örülök, hogy ezt választottam. Nekem nagyon megtetszett, és ezért választottam meg, illet hozzám. Nagyon kevés lányt hallhattunk játszani. Ennyire férfias, fiús hangszer lenne, akár a harsona, akár a kürt. Azt gondolom, hogy régebben is ez így volt, bár hál' Istennek én azt gondolom, hogy azért fel lehet lelni most már zenekarokba is hölgyeket, akik részfúvós hangszert választottak. Nem feltétlen mondjuk a trombita az a hangszer, hanem inkább a kürtöknél inkább. De szóval nem lehet ezt én úgy gondolom ilyen módon beskatujázni, bekategorizálni, hogy csak férfiak játszhatnak a hangszeren. Van erre ellenpélda is, és én hiszek abban, hogy ez csak a hangszereknek a szeretete. Tehát az, hogy milyen hangszert választok, vagy van-e valami indítatás, van-e valami okom rá a családba, vagy éppen hallottam egy hangversenyt, ahol éppen egy hölgy fújta ezt a hangszert, és akkor az alapján választja az a diák a hangszert. Azért volt szerintem kevés lány ezen a versenyen, mert tehát picit nagy tüdő kell ezt megfújni, de úgy igazából, ha sokat játszik rajta az ember, akkor meg lehet tanulni. Thank you.
A nemzetközileg is elismert Miskolc Dixion vezetője ezúttal civilben kísérte kisfiát Sárospatakra. Éppen mondtam itt a kollégáknak, akikkel találkoztam, hogy sokkal idegesebb vagyok ilyenkor, mint a saját koncertprogramjainknál, vagy egyáltalán, amikor mi adunk egy fellépést. Nagyon jó érzés, és nagyon izgultam érte, de hát meglátjuk, hogy mit fog tudni csinálni itt. Szintén zenészként milyen tanácsokat tudott adni a kisfiának? A trombita szempontjából én őt abszolút rábízom a tanárára, és nem kotnyeleskedek bele abba, ami nem az én hangszerem. A zenei tanácsot természetesen adtam neki, azt, hogy bátran, és hogy nagy levegőkkel,
ne izguljon, mert ugye koncertet ad, tehát mindenképpen úgy kell fellépni neki, hogy érezze jól magát a színpadon. Hogy látja a gyerekek zenetanulás iránti igényét? Maximális tisztelet azoknak a gyerekeknek, akik a mai világban vállalják ezt, és azoknak a szülőknek, akik támogatják ebben őket, hiszen olyan sok olyan tényező van ugye a mostani környezetünkben, ami nem kifejezetten a zenetanulás és a hangszerjáték, a klasszikus hangszerjátéknak a malmára hajtja a vizet. Én örülök, hogy ilyen sok olyan gyerek van, aki az élő zenét és ezt a műfajt, egyáltalán ezt a hangszert választja. A mindennapjaink része a zene, nincs olyan televíziós program, vagy bármilyen rádiós dolog, amit ne színezne meg a zene. Ez egy olyan fontos része az életnek, ami majd, hogy nem az étkezéshez tudnám hasonlítani, hogy enélkül a lélek meghal, és nincs értelme semminek, hogyha nincs mögöttünk ez a szép dolog, ez a zene. Thank you.
A kitartó gyakorlás, a felkészítő tanárok áldozatos munkája meghozta a várt eredményt. Aranyosi László az első korcsoportban tenorkürtön harmadik helyezést, Ladányi Attila első helyezést ért el. Saját korcsoportjában Ladányi Tamás is a képzeletbeli dobogó első fokára állhatott, ahogy a tenorkürtön játszó Tóth András is. Orosz Tamás Miklós második helyezést ért el. A legkisebb növendékek Danyluk Emil és Majoros Ádám Flórián pontszámuk alapján negyedik helyen végeztek. Nagyon büszke vagyok a gyerekeimre, a növendékeimre, hiszen óriási munka van mögötte, és úgy gondolom, hogy nagyon minőségi produkciót nyújtottak. Szerencsére nagyon jól sikerült, sok helyezést viszünk az a Felső Zsolcára, 8 gyereket kísértem, elég kimerítő, izgalmas nap után vagyunk. Hát úgy mondom, hogy jól sikerült végül is, tehát nem volt tévesztés, folyékonyan ment, kommunikáltunk a gyerekekkel, ők szoktak beinteni, hogy mikor kezdjük a darabot. Összességében elmondható, hogy nagyon eredményes nap után vagyunk. A 13-as szám ez alkalommal szerencsét hozott a zeneiskola diákjainak. Én nem izgultam, nagyon jól éreztem magam, örültem, hogy eljöhettem. Én is nagyon jól éreztem magam, jó volt szerepelni a színpadon, és örülök, hogy első lettem. Nagyon jó volt, nem izgultam, mert a második alkalommal jöttem el. Fantasztikus eredményt mutattunk itt fel. Felső Zsolcai Zeneiskola méltóképpen képviselte a települést is, és az összes gyereket, aki a zeneiskolába jár, hiszen ide most a kiválóságainkat hoztuk el, a részfúvós tanszak kiválóságait, trombita, tenorkürt és tuba tanszakról. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási eredmény, hogy 8 gyerek közül 5 éremmel jöhetett el erről a rendezvényről, erről a versenyről, és ez egy óriási megmérettetés. Számunkra egy nagyon-nagyon nagy feladat, nagy felelősség a szaktanárok számára, és akik kiválóan készítették fel a növendékeik, nagyon-nagyon tudatos, következetes, aprólékos munkával. Sokszor el kell, hogy mondjam őszintén, nem heti 2 alkalommal foglalkoztak a gyerekekkel ebben a verseny időszakban, hanem szinte minden napjukat arra áldozták, hogy a gyerekekkel újból és újból átvegyék ezeket a darabokat, finomítgassák, szépítgessék, és a legeslegjobbat tudják nyújtani a gyerekek a versenyen. Ez az iskolának a jó hírnevének az öregbítése, tehát B-tagozatos gyerek van szó, a B-tagozat a tehetséges gyerekeknek készült. A legjobb felkészítő tanár ebben az évben Dobos János lett, akinek több növendéke is eredményesen szerepelt a versenyen. Az eddigi évekhez képest úgy gondolom, hogy szinte minden évben egy-egy kicsikét fejlődik a színvonal fölfele. Idén úgy tudom, hogy egy 25%-kal többen vettünk részt az eddigiekhez képest. A versenyeken szinte minden darabhoz zongora kíséret van. Ez a feltétel, és itt megköszönném Slezák Éva kolléganőmnek a hatalmas munkáját, hiszen csak az én részemről 5 növendékkel foglalkoztunk akár minden nap több órán keresztül. Zeneoktatásukat. A közösség aktívan vesz részt az FKiKi intézményegységeinek és a település kulturális életében. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Első ízben veszek részt egy ilyen jellegű megyei rendezvényen, és büszkék vagyok a gyerekekre. Amit eddig láttunk a gyerekektől, azelőtt tisztelettel tekintek a kollégákra, a gyerekekre, hiszen rengeteg munka van ezekben a produkciókban. Az ember óhatatlanul összevetést tesz a többi gyerekkel, és azt mondom, hogy büszkék lehetünk arra a munkára, ami ebben az intézményben folyik. Itt a megyéből a legkimagaslóbb tanítványokat hozzák el a kollégák, ahogy itt a szünetben beszélgettünk, mindenki igyekszik a maximumot kihozni. És úgy látom, hogy a növendékeink mindent megtettek ma, véleményem szerint maximálisan teljesítettek. Hogy értékeli úgy általánosságban az FKiKi zeneiskolájának munkáját, mennyire aktívak a gyerekek?
a zeneiskolában a növendékek száma stabil, tehát évek óta 150 körül van a növendékek száma, és ez is a kollégák munkájának az elismerése. Ahhoz, hogy egy olyan intézmény tudjon eredményesen működni, ahol térítési díjat kell fizetni, ahova nem kötelező járni, ott szinte minden alkalommal maximális teljesítményt kell nyújtani a pedagógusoknak. Véleményem szerint az ő munkájuk az elmúlt években is kimagasló volt, ebben az évben is kimagasló. Én ezúton is köszönöm nekik a munkájukat. Fájó szívvel fogunk tőlük búcsút venni, hiszen mindenki tudja, hogy a Református Egyház lesz a fenntartója. Én azt mondom, hogy Felsőzsolca kulturális életének égkövei a jelenben, és remélem, hogy a jövőben is azok lesznek. Nagyon motiválhatók a gyerekek, a szaktanáraink kiváló szaktanárok, mert nagyon tudják azokat az apró kis fogásokat, szakmai, pedagógiai fogásokat, hogy hogy lehet a gyerekeket ösztönözni, és arra ránevelni, hogy kitartóan és szorgalmasan dolgozzanak napról napra, hétről hétre, hogy meglegyen az eredménye. Tehát, hogy el tudjunk indulni egy találkozón, hogy fel tudjunk készülni egy versenyre, ez nem máról hónapra fog bekövetkezni. Sok-sok év tartalmas munkája szükséges hozzá. Tanár, gyerek nyilvánvalóan, és a szülők is. Tehát a szülői támogatottság tekintetében elmondhatom, hogy élvezük a szülők kedvességét és támogatottságát itt a zeneiskolában, és én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy tulajdonképpen egy olyan fajta közösséget sikerült létrehozni Felsőzsolcai Zeneiskolában, ahol sok-sok ügyes és igazából minőségre vágyó gyerek is, és értékes életre vágyó gyereket tudunk nevelni a zene szeretetére. Én úgy érzem, hogy eljutottunk a zeneiskolánk életében egy olyan szakmai csúcspontra, ami tulajdonképpen 10 éves következetes munka fejlődése és termése lehet. Én 10 éve vagyok a zeneiskola vezetője, és számomra most ez az a szakmai csúcs és az a szakmai minőség, amit elképzeltem annak idején, és amit szerettem volna megvalósítani itt közösen a szaktanárokkal, hiszen ebben az évben ősszel már voltunk országos trombita verseny döntőjébe, aztán fuvola versenyen vettünk részt, országos verseny területi válogatóján, eljöttünk ide Sárospatakra, voltunk különböző zenei találkozókon, és mindenhol külön díjat hoztunk el, illetve még készülünk országos mérészfúvós versenyre, és én úgy gondolom, hogy egy zeneiskola életében ez a fajta megmérettetés, és az, hogy ennyi gyereket el tudunk hozni, szerepeltetni, és ilyen kiváló növendékeink vannak, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog és óriási munka.